Csíkszered a köztéri szobrai meglehetősen új keletűek. Új a város is, pontosabban újjáépült. S a városatyák lázas buzgalommal igyekeztek pótolni a sok évtizedes mulasztást. E szobrok jó részét nagy önszobrászművész készítette. És ő készítette, így mondják ezt Csíkban, az új templom négy rézangyalát. Ezt a templomot a mai Magyarország leghíresebb építőművésze, Makovec Imre tervezte. A kupolán elhelyezett négy angyalszobor, a csíkszeredai nagyödön alkotása valamennyi, úgy van elhelyezve, hogy a kör alakú templom bármely pontjáról, bár az egyik látszék, amit a magasból letekint. 2001-ben pályázatot hirdettünk, és 7 művész nyújtotta be tervét, kiértékelte a helyi bizottságunk, majd továbbítottuk Makovec Imre építész úrnak, és ő Nagyödön művész úr munkáját találta a legalkalmasabbnak. Nagyödön faragta ugyanakkor cseresznyefából az új templomban főhelyen álló, a feltámadó Krisztust ábrázoló szobrot is. Külön pályázatot nem hirdettünk a föltámadt Krisztus szoborra. Azt akartuk, hogy ugyanannak a mesternek a munkája legyen, valamilyen összhang is legyen, mert ő valahol nagyon jól tudta érzékeltetni az angyalok érkezését a templom tetejére, azt is, hogy itt a kegyelmi idő, Isten mindent megadott nekünk, és tőlünk függ, hogy hogyan használjuk fel ezt az időt. Nagyödön sokoldalú művész. Műtermében, pontosabban alkotó műhelyében kerestük fel. A most még csak formálódó szobor magánrendelésre készül, és Madéfalván lesz felállítva. Zöld Pétert ábrázolja, a papot, aki ellenállásra, a kényszersorozás elutasítására biztatta a székelyeket. Ezt az ellenállást törték le Madéfalvánál a császáriak fegyveres erővel. Képi anyag nem volt Zöld Péterről, csak kirott anyag, és amit a szebeni püspökség adott ki, mert karcerába volt, el volt zárva. Zárva, és amit tudok a püspöki levélből, hogy ugye az osztrákok lefogták? Hát nem fogták le, mert aztán lefogták végül is, de azt írta, hogy hosszú hajú, nagy bajuszú, szélesvállú, alacsony ember, és nagyfejű. Gondolom, hogy a nagyfejűt a makacságára értette, vagy az akaratosságára. Tehát ennyi volt az írott anyag. Értem. Amelyik a leg... Tehát amelyik utalta a karakterére. Hogyha nem titok, miért döntöttél, hogy rézlemezből formázod meg? Hát most már ez nem titok, de hát elmondom, hogy nem volt pénzük, hogy bronzba önteni. Hát ennyi az egész. Értem. Én úgy gondoltam, úgy képzeltem el, hogy hát egy ilyen alkotást először agyagba, gipszbe megformáz a művész, és nem így egy az ember. Jogos a kérdés. Jogos a kérdés, és azt döntöttem el, hogy majd megnézzük az angyalokat a templom fölött, hogy most nem mintázom, hanem egy az egybe csinálom. Megcsináltam egy kis vázlatot, és azután próbáltam megmintázni. Tehát így, ez egy próba. De láttam itt a szobron, nem egyedül dolgoztál, sőt, nem is te csináltad. Nem, mert hál' Istennek megismertem egy nagyon jó heggesztő mestert, akit Ferenc Fincének neveznek. Gyönyörűen érti, tehát esztétikailag is minden, tehát ha 10 percre elmegyek,
ő tudja végezni a dolgát, mert ért hozzá. Régóta dolgoztak együtt? Igen, mert az angyalokat, amikor csináltuk, akkor együtt dolgoztunk, és hál' Istennek, hogy egy ügyes ember és egy nagyon jó szakmabeli. Három éve együtt dolgozunk. Általában elég jól kijövünk, mivel nem az a pénzes valami, de a munka szeretete, ami a legtöbbet tesz. Szeretek dolgozni. Hogy találtak egymásra? Hát valami ismeretség által. Megkerestek, hogy nem vállalnám el az ilyen színes művek meg a heggesztés. Na hát megpróbálhassuk. Összejött, és aztán csináljuk most már. Szereti csinálni? Jó, én nagyon szeretem csinálni. Szórakozás nekem. Ez szórakozás. Kikapcsolódás. Milyen szobrokat készítettek együtt? Hát elkészítettük a Millennium Templomra az angyalokat. Akkor a munkaszolgálatosoknak csináltunk két emléket, egyet a Csíkszeredában, egy a Sepsengyőrre. Ott is együtt csináltuk. Akkor még a Millennium Templomhoz csináltunk, besegítettem ott is egy keresztelők útnak a sisakját megcsinálni, azt egy másik művésszel csináltuk, segítettem be. És ezt így a szabad idejében? Hát nyugdíjas vagyok, időmidiómus. Az egyetemi évek után kihelyeztek Meggyesre, a Vitrometánhoz, ott voltam egy évet, de nagyon nem tetszett nekem, mert Kiskapusról jött az a korom fekete, és szennyezett ott a légkör. Az egész vidék. Az egész vidék, hát Segesvárt is éri a... Na, és ezért jöttem át a Szeredába a Hargita Művészete Szövetkezethez, mint tervező, és 90-ben kimentem Kanadába, 6 hónapot ültem, kiállítást csináltam pasztelekből, és utána kért fel Márton tanár úr, művész úr, hogy vállaljam el a mintázást, tehát az oktatást a művészeti licéig. És most is tanítasz? Nagy István, ott persze tanítok ott is, nagyon szeretem. Szeretnek a gyermekek. Nem beszéltük arról, hogy hát festményeid is vannak. Hát szoktam. Hogy? Mert úgy, ahogy megkérnek, hát meg szoktak kérni, hogy de inkább pasztelbe dolgozok, mert ezt igényli a közönség. Hogy fér össze a kettő? Nagyon jól összefér, mert én úgy érzem magamról, hogy rajzolni is tudok, festeni is, mert ezt végeztem, ez a szakmám. Tehát képzőművészet az össze kell férjen, ez a három alapszak, szobrászat, festészet, rajz. Zala-megyében van 60 szobrom. Köztéri. De elkezdve Szent István, Szent László, Imre Herceg, Falu Madonna, nonfiguratív szobor, ezek ott vannak. És itt Csíkszeredában? Itt Csíkszeredában, hát a Gál Sándor ugye, az Ady Endre iskolánál, már most már Nagy István iskola, ottan az Ady plakettet, a Nagy István plakettet, a Petőfi szobrot a Petőfi a Leány iskolába. Jaj, Szent Királyra a Szent István szobrot. Akkor, jaj, a központban, hát az első, második világháborús emlékmű mellette volt munkaszolgálatosok,
emlékműve. Gondolom ennyi. Hát nem tudom, még biztos van. Nagy Ödönnek valóban vannak még szobrai Csíkban. És mint ahogy egy jó mesélő nem biztos, hogy jó szobrász is, ez fordítva is igaz. Egy szobrászművésznek nem kell feltétlenül jó mesélőnek is lennie. Bőven elég, ha egy szép, vagy akár elgondolkodtató köztéri alkotással örvendezteti meg polgártársait.